Oi. Készülök hátra. Ott. Fegyver. Láb. Hozz. Készülök igaz. Nagy. Készülök. Az. Készülök. Pihenj. Megkérem kedves vendégeinket, hogy mobiltelefonjaikat halkítsák le, vagy kapcsolják ki az ünnepség ideje alatt. Köszönöm szépen. Kedves vendégeink, Kodács Csengele, a mai esemény moderátora vagyok, és a szervezők nevében is tisztelettel köszöntöm a megjelenteket a hőseink tiszteletére rendezett megemlékező ünnepségen. Külön köszöntöm a szertartás és a rendezvény fővédnökét, Takaró Károly nyugalmazott református tábori püspök, dandártábornok urat. Professzor dr. Pál József urat, az Olasz Köztársaság tiszteletbeli konzulját. Kormányos Sándor urat, Csengele polgármesterét. Hári László alezredes urat, a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi nyilvántartó parancsnokság Csongrád megyei központjának parancsnokát. Csókási Zoltánt, Csengele alpolgármesterét. A Vitézi rend Csongrád megyei törzskapitányság képviselőit, Somodi István és Tóth Mihály urakat. És természetesen minden megjelent vendéget, illetve hozzátartozót. Kedves vendégeink, kérem, hogy hallgassuk meg az olasz és a magyar nemzeti himnuszokat a Magyar Honvédség 5. Bocskai István lövészdandár Hódmezővásárhely helyőrségi zenekar előadásában vezényel Kovács István őrnagy. Tiszteletség! Ez! Fogadás középről! Tiszte! Leg! Thank you.
addig szőrök fegyvert. Lap! Hozz! Visszalegység! Pihény! Tisztelettel felkérem Kormányos Sándor urat, Csengele polgármesterét, hogy köszöntse a megjelenteket. Nagy tisztelettel köszöntöm én is Önöket, Csengelén. És engedjék meg, hogy egy pár gondolatot elmondjak, hogy vajon a hősi halottak nekünk, Önöknek, és talán a csengeleieknek mit jelent. Mit is jelent számunkra az első világháború, és mit is jelentenek az ott elesettek? Nagyon-nagyon régen volt, emberöltőkkel ezelőtt. De mi nem feledhetünk. Nem borulhat a feledés homája az első világháború hősi halottainak emlékére. Hiszen ők távol hazájuktól, kedvesükre, feleségükre, gyermekeikre, szüleikre gondolva ültek néhol a fagyos, néhol a rekkenő melegben felforrósodott lövészárokban, vagy éppen próbálták leküzdeni a leküzdhetetlennek tűnő természeti akadályokat. És amikor elérkezett a csata, a harc hevében már nem gondolkodtak, nem szerettek, csak mentek előre, küzdve a harcmezőn. Sokan elestek, de biztos vagyok benne, hogy amikor lelkük megtért, mindannyian szeretteikre gondoltak. S talán békében hagyták el ezt a világot. A mi nemzedékünk nem ismeri a harctéri küzdelmet, az éhezést, a fagyoskodást, a szomjazást. De ez, a 2018-as évben felállított emlékmű, mindig emlékeztet bennünket ezekre a szörnyűségekre, és azokra, akik nem tértek vissza. És így talán az elesett katonák áldozata sem tűnik teljesen hiába valónak. A történelem, az eszmék mindig változnak. A tényeket lehet így is, úgy is magyarázni. De egy biztos, a harcmezőn elesettek soha nem jöttek vissza. Nem szerettek már, és őket sem szerethették. Tisztelet és hála nekik, nekünk pedig örök tanúság. Szeressünk, amíg tehetjük. És a gyűlölet, ha felüti a fejét bárhol is, azt gyorsan próbáljuk elfelettetni. Isten nyugosztalja hősi halottainkat, Isten adjon erőt a fájdalom elviseléséhez, a leszármazottaknak, és Isten áldja Csengelét. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kedves vendégeink, a következőkben katonadalokat hallhatunk Kapi Gábor nyugalmazott százados előadásában. A nótás kapitányt Johann János prímás, aki jelenleg a száztagú cigányzenekar prímása kíséri. Mikor engem besoroztak, virágzott az erdő, sírt a babám, hult a könnye, mint a zápor eső. Sírt a babám, sírva mondta az édes anyjának, ja Istenem, besorozták Gáboromat katonának. Sírt a babám, sírva mondta az édes anyjának, ja Istenem, besorozták Gáboromat katonának. Százablakos nagy kaszárnya, ezer honvéd benne, akad mindenk szeretője, nékem nem kell egy se. Hely, mert az én kis galambom falunk legszebb lánya, hű szívemnek halálomig csak ő marad a rózsája. Hely, mert az én kis galambom falunk legszebb lánya, hű szívemnek halálomig csak ő marad a rózsája. Sírhattok már, lányok, három évig engemet nem láttok, addig leszek hazám katonája.
hiába fáj a szívetek tája, addig leszek hazám katonája. Hiába fáj a szívetek tája, ne sírj, babám, nincs azon mit sírni, fogok néked szép levelet írni. Égő szívem festem a papírra, szerelemmel lesz az teleírva. Égő szívem festem a papírra, szerelemmel lesz az teleírva. Kimegyek a doberdói harctérre, feltekintek a csillagos nagy égre. Csillagos ég, merre van a magyar hazám, merre sírhat engem az édes anyám. Jaj, Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Doberdónak közepében lesz a sírom, édes anyám, arra kérem, ne sírjon. Feladom a levelem a postára, rátalál az édes anyám házára. Olvasd, anyám, vérrel írott levelemet, Doberdónál hagyom az életemet. Édes anyám, nem írok több levelet, puska golyó lőtte el a szívemet. Eltemetnek az erdei gyöngyvirágok, megsiratnak a falun béli leányok. Eltemetnek az erdei gyöngyvirágok, megsiratnak a csengelei leányok. Ugye gondolsz néha rám, csillagfényes éjszakán, mikor nyugszik minden szépen csendesen, a páncélos nem pihen. Mikor nyugszik minden szépen csendesen, a páncélos nem pihen. Ugye hallod, angyalom, hozzád száll a sóhajom, messzi távoli széllel néked üzenem, te leszel a kedvesem. Messzi távoli széllel néked üzenem, te leszel a kedvesem. Hideg téli éjszakán a páncélos harcba száll, védi ezt a drága szép magyar hazát, sok nehéz csatákon át. Védi ezt a drága szép magyar hazát, sok nehéz csatákon át. Várlak vissza, várlak én, két karomba zárlak én. Tudom, visszajössz egy nyári szép napon, átölel a két karom. Tudom, visszajössz egy nyári szép napon, átölel a két karom.
Tudom, visszajössz egy nyári szép napon, átölel a két karom. Tudom, visszajössz egy nyári szép napon, átölel a két karom. Köszönöm szépen. Majd, ha egyszer vége lesz a sok-sok szenvedésnek, nézzétek el a bokának, hogy egy kicsit részeg, megszabadult a haláltól, sej hazavisz az útja, kifelé jár a csatából a szekere rúdja. Megszabadult a haláltól, sej hazavisz az útja, kifelé jár a csatából a szekere rúdja. De oda-haza száz ölelés, száz édes csók várja. Nem a hideg lövészárok, más lesz a párnája. Nem fütyül a füle mellett sej, csak az esti szellő. Azt fütyüli a csatában, ő volt a legelső. Nem fütyül a füle mellett sej, csak az esti szellő. Azt fütyüli a csatában, ő volt a legelső. Nem fütyül a füle mellett sej, csak az esti szellő. Azt fütyüli a csatában, ő volt a legelső. Nem fütyül a füle mellett sej, csak az esti szellő. Azt fütyüli a csatában, ő volt a legelső. Köszönjük szépen, Jóha János! Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget. Köszönjük szépen. Tisztelettel megkérem professzor dr. Pál József urat, az Olasz Köztársaság tiszteletbeli konzulját beszédjének megtartására. Tisztelt tábornok úr, tisztelt polgármester úr, hölgyeim és uraim! A napokban hívott Massimo Rustico, az Olasz Köztársaság nagykövete, és megkért arra, hogy először is adjam át üdvözletét. Sajnos a mai alkalommal nem tud velünk együtt emlékezni és ünnepelni, és engem kért meg arra, mint az Olasz Köztársaság tiszteletbeli konzulját, hogy képviseljem Olaszországot, az Olasz Köztársasági elnököt ezen az eseményen. A 1914-18-as háború mindkét nép életében rendkívül sok szenvedést hozott, hiszen a magyar áldozatok mellett, tudom, hogy korábbi kutatások szerint 20 csengelei lakos halt meg, és most az újabb ismeretek ezt a számot sajnos növelték, de ugyanakkor növelték a mi kötelességünket is, az emlékezésre, a tisztelet megadására irántuk. Köszönöm az alapítvány meghívását is, és nagyon szimbolikusnak érzem azt, hogy Pro Deo Patria et Familia az elnevezésük, hiszen valóban egy család áldozatait ünnepeljük, vagy emlékezünk rájuk különösen, de az a két mozzanat, ami előtte van, tehát Isten és a haza, mindenképpen összekapcsolódtak a 20. század elejének magyar történelmében. A háborúknak általában nem győzteseik, hanem elsősorban és döntő módon áldozatai vannak, és ez sajnos többszörösen érvényes az első világháborúra, az abban való magyar szereplésre. Ugyanakkor azt is kell hangsúlyoznom, hogy Olaszországgal, az olasz barátainkkal, akik ugye a másik oldalon harcoltak, az emlékezés összeköt minket, az emlékezés barátságá oldja, és abban a tudatban, hogy végül is a harcoknak volt jelentősége abban az értelemben, hogy
tanultunk belőle, hogy épültünk belőle, és abban is, hogy emlékezünk a hősökre, akik ezt a rettenetes poklot végigjárták a 20. század elején. A magam részéről nyilván, mint az Olasz Köztársaság konzulja, pontosan ezt a megbékélést és a szeretetet szeretném tolmácsolni önök fele, és hát arra is kell gondolni, hogy nem csak ezen az oldalon voltak, hogy körülbelül számolom közel 30 áldozata az első nagy világégésnek, hanem azon az oldalon is, olasz oldalon is, és hát nagyon sok esetben az is előfordul, mivel az olasz országnak az a része, az osztrák-magyar monarchia része volt, területe volt, hogy családok, akik fiúk dezertáltak és az olasz hadseregben, az apák maradtak a monarchia hadseregében, és gyakran ott is egymás ellen harcoltak, apa a fiú, testvér a testvér ellen, tehát borzalmas dolgok. A mi dolgunk ugye egyrészt a családnak a tisztelet megadása mellett a másik két fontos mozzanat, Isten és a haza. Engedjék meg, hogy egy olasz költőt idézek e vonatkozásban, aki pontosan arról szól nekünk és azt tanítja, hogy mit kell tennie az utókornak. Az idézet következőképpen hangzik. Nem éle az még lent a föld alatt is, hol napjaink harmóniája néma, ki föltámadhat majd övéi gyöngéd és aggódó szívében. Égi kegytán a szeretetnek íj összhangja, égi ajándék kincs az emberekben. Így él velünk gyakorta hold barátunk, ha már a föld, mely gyermekül fogadta és felnevelte, végül is szeliden, utolsó menhelyként ölét kínálja, és őrzi áldott csontjait, hogy ott már ne verje zápor, és a csőcselék se tiporja szét, s nevét is kőbe véssék, és illatos baráti fának árnya boruljon rá kegyes vigasztalóként. Tehát emlékezzünk, velünk élnek, a vers lényege, a hazáért meghaltak, mindig velünk élnek, mindig ott vannak Magyarország minden politikai tettében, és Olaszország minden politikai tettében is. Tehát a hazáért meghaltak, és a rájuk való emlékezés a szeretetnek egy különleges kapcsolata, egy különleges láncolata, amely összeköti az emlékezőket az elhunytakkal, és az emlékezetben tovább élnek, akik már nincsenek velük. De nem csak a haza kerül kiemelésre, nem csak a család és nem csak a haza, hanem Isten is e vonatkozásban. Engedjék meg, hogy mivel polgári szakmám irodalomtörténész, ezért engedjék meg, hogy most egy magyar költőt, szintén a megbékélés jegyében egy magyar költőt idézek, mégpedig azt a magyar költőt, aki megszenvedte az első világháborút, bár nem katonaként, Babits Mihályról van szó, de aki pontosan egy nagyon szép verset írt, aminek az a címe, hogy Mi atyánk, természetesen a keresztény főimának a parafrázisa, ez a vers. Engedjék meg, hogy ennek az utolsó részét idézzem. Maga a vers körülménye, talán ennyit érdemes megemlíteni, hogy egy bécsi társaság kérte fel őt, hogy egy olyan emléklapra írjon verset, amelyet azoknak, amelyet árusítanak, és a bevételt pedig azok kapják, akik a háborúban elesettek, özvegyei és árvái. Csak az utolsó részt idézném ebben a versből. Mert tiéd az ország, kezedbe tette le sorsát, s te vagy a legnagyobb erősség, ki neveden buzdul, bármennyit küzdés vérez, előbb vagy utóbb övé lesz a hatalom és a dicsőség. Köszönöm a figyelmüket. Őrségváltás következik. Összségaj! Jobbra! Az! Régi őrök! Az! Fegyvert! Szígy! Ra! Felállítási helyről lépés! In!
Új! Új őrök, felállítási helyre, lépés, indulj! Új! Tűzőrök hátra, ott! Fegyver, láb, húzz! Tűzőrök iga, zogy! Tűzőrök az, tűzőrök pihenj! Nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy emlékeztessem a kedves megjelenteket, hogy a Csengele község temetőjében a mai megbocsátási és megemlékező napon második alkalommal van ilyen magas szintű katonai tiszteletadás. Az első 50 éve 1969-ben az első világháborús hősök unokaöcsét, Magony Mátyást búcsúztatták. A magyar néphadseregben szolgálatteljesítés közben határőrként vesztette életét Röszkénél. Sajnos ugyanebben az évben, szintén 50 éve egy másik unokaöcs, Tóth Gyula is életét vesztette a magyar néphadseregben szabadszálláson. 75 éven, 1944-ben a II. Világháború idején Tisóczky Antal unokaöcs fejlővés következtében halt meg Csengelén. Mátyás és Antal itt a Csengelei, Gyula a dunaföldvári temetőben alussza örök álmát. Mindhárman 21-22 évesen haltak meg. E névtelen hősök emléke időtlen időkig élni fog a Csengelei tanyavilágban. Ezeknek a hősöknek nevei, bárha nincsenek is a hősi emlékek márványlapjain megörökítve, a magyar nemzet és a család nem feledkezik meg hősfiairól. A haza hős védelmében elesett honvédek, a ti szellemetek örökké élni fog utódaitokban. Emlékezzünk, hogy emlékeztessünk. Kedves vendégeink, Takaró Károly nyugalmazott református tábori püspök, dandártábornok, istentiszteleti szolgálata követ. Néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Édesatyánk, köszönjük, hogy a te trónusod előtt van ennek az egész teremtett világodnak minden történése. Így előtted vagyunk mi is, most is. Áldunk és magasztalunk Krisztusért, akit elküldtél ide, aki testet öltött, és Jézus Krisztusként ismerjük ebben a mi világunkban. Köszönjük a halálát, a feltámadását, a trónfoglalását. Köszönjük, hogy közben jár értünk szüntelen. Arra kérünk, hogy könyörülj rajtunk ma itt, szólíts meg a te ígéddel, mert a te ígéd igazság, lélek és élet. Várjuk, Uram, a kijelentésedet. Amen. Ézsaiás könyvéből hoztam egy ígét, ez az igevers így szól. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, te az enyém vagy. Becses vagy nekem, és én szeretlek téged. Amen. Beígértem két, itt pillanatok alatt barátommá lett férfiúnak, hogy úgy fogom kezdeni ezt a mai szolgálatot, hogy ők tudják, miről beszélek. Abba reménykedem, hogy ti is mindannyian ráismertek arról, amiről beszélek. Kor meghatározás. 2019. május, Csengelén. Ebben a világban a szervezett felelőtlenség áll felelősséggel minden életet megtámadott.
Ez a szellem uralkodik ma, ez a törvénytiprás lelke. Ez az oka annak, hogy eljöttem ide közétek, mert megnéztem az interneten ennek az emlékműnek az avatását. Véghallgattam a beszédeket. És az volt bennem, hogy légy áldott, Uram, ezért a népért, mert aki emlékezni akar, az élni akar. Az, hogy ti itt vagytok, és számít, hogy mi volt a múlt. Drága Mihály testvérem mindig elmondja, hogy a múlt nem mögöttünk van, hanem itt van a talpunk alatt. Mi azon járunk, azon élünk, és építjük a holnapot a mieinkért. Kérlek benneteket, hogy hallgassátok meg úgy ezt a mai mondandómat, hogy van nekem Istentől egy ígéretem, így hangzik, ha valamely helyen akarom, hogy az én nevemről megemlékezzetek, oda elmegyek és megáldalak téged. Mert Isten mindig személyesen szólítja meg a választottjait, és maga keresi meg a saját nyáját, ma itt, ezen az alkalmon nem egyszerűen úgy van Isten tisztelet, amire az ember úgy készül, hogy bemegyek a házába, hanem úgy van, hogy igéjével és szent lelkével eljött, hogy a szívedre beszéljen. És elkezdi mondani. Ne félj! Én tudom, mi készül a szívben, és tudom, mi készül a lélekben. Férfiak, alig van tudomásotok róla, hogy a legtöbb nő hordoz titkos félelmet. Férfiak, alig tudjátok, hogy a nő mindig a lelkét szeretné odadni, az egész életét, nem csak a testét. És a férfi oly sokszor nem érti a női lélek mozdulását, érzéketlenül átgázol rajta, és a nő visszahúzódik. Minden léleknek van egy titkos szobája. Itt gyűlik a félelem, a fájdalom, a keserűség és a titkos könyv. Az a kérésem ma a férfiak felé. Nézd meg úgy a párodat, ha van. Hogy Isten azt mondja róla, örökkévaló szeretettel szerettem. Hogy megváltottam, az életem adtam érte. Tudjátok, ez a szó, hogy szeretet, ma teljesen kiürült. Szépen lehet beszélni róla, de a tartalma ennyi. Szeretni azt jelenti, élhetsz belőlem. Nézd meg a tiédet. Ha egy nő szíve alatt egy életfogam, az egész teremtett mindenség, de az ember az egyetlen, aki dönthet élet ellen, és kimondhatja, hogy nem élhet belőlem a megfogant élet. Amelyik asszony pedig megszüli, az betöltötte az élet törvényét, ami az áldozat törvénye is, és hallatlan nagy betűkkel oda van írva az égre, ahogy az atya meghozta a fiúval is az áldozatot, hogy aki hisz, élhet belőlem. Anyák, ti ezt ismeritek. Hát a férfi hogy áldoz és hogy szeret? Lenni valakivé, hogy többet adhassak, ez a férfi áldozat. Azt kérdezte tőlem valakit a temető kertbe, hogy meg tetszik tudni fogalmazni, kik a hősök. Ezzel válaszolok. Aki azt mondja, hogy élet teredért, az életedért, a jövőért, a vérem és életem nem drága, élhetsz belőle. Azt mondja az igénk, megváltottalak, minden bűnödet megbocsátottam. Szeretlek téged, becses vagy nekem, az az Isten, aki
teremtett téged és alkotott téged, jót döntött felőled. És beígértem, hogy nagyon röviden beszélek, ezért be is fejezem. Áldást parancsolt melléd az Isten. Ugye tudod, hogy életet, életteret teremts, és élhessenek belőled. Amen. Áldó ige az itt lévő férfiaknak. Isten hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét. A kegyelem Jézus Krisztus által lett. Minden nőnek, asszonynak, eljegyeztelek téged magamnak örökre, kegyelemmel. És így fejezi be, szeretem őket ingyen kegyelemből, mert Jézus Krisztus által elfordult róluk az én haragom. Amen. A világháborúban elesett hőseink és bajtársaik tiszteletére a Pro Deo Patria et Familia emlékmű koszorúzásával folytatódik ünnepségünk. Az emlékezés koszorúját elhelyezi elsőként Kormányos Sándor és Csókási Zoltán Csengele község nevében. A Magyar Honvédség Szegedi Központjának parancsnoka. Somodi István és Tóth Mihály a Vitézi Rend Csongrád megyei törzskapitányság nevében. Az emlékezés koszorúját elhelyezi Gurdics Irma és Borbaláné Virág Erzsébet. Illetve koszorúit helyezzék el az emlékműnél.
Hőseink tiszteletére díszlövés és díszmenet következik a Magyar Honvédség 5. Bocska István lövészdandár díszalegységének és Hódmezővásárhely helyőrségi zenekarának közreműködésével. Kedves vendégeink, megemlékezésünk zárásaként kérem, hogy énekeljük el közösen a szózatot, amelyet az Il Silenzio követ. Köszönjük, hogy jelenlétükkel megtisztelték a mai ünnepségünket. Díszőrök, az fogadás középről, tisztelek! Thank you.
díszőrök fegyver. Lap! Hozz! Felállítási helyről lépés. In! Oly! Rendes lépés! Indulj!